Köszöntök mindenkit, eltelt két hét, úgyhogy újra itt a bunker. Ezúttal Kirityán Zsolttal, a Betyársereg vezetőjével. Üdvözlök mindenkit. László Attilával, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjével. Köszöntöm a nézőket. Szász Péterrel, katolikus hitvédővel, a Depozitum főszerkesztőjével. Én is köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. És szokás szerint ott a jobb szélen Lantos János, Mi Hazánk kabinetvezetővel. Köszöntök én is mindenkit. Én pedig továbbra is Horváth Tamás vagyok, úgyhogy vágjunk is bele a témákba. Hát elsőként beszéljünk Suhajda Szilárdról, mert mégiscsak az ő tragikus esete volt az, amelyik az elmúlt napokban borzolta a kedélyeket, és gyakorlatilag nem volt olyan kommentelő vagy véleményformáló, aki ne nyilvánított volna álláspontot ebben a kérdésben. Most kicsit leegyszerűsítve gyakorlatilag kétféle véleményt lehetett olvasni. Az egyik az, hogy minek ment oda, illetve hogy van egy 5 éves gyereke, akiért felelősséget kell vállalnia. Ez volt az az oldal, aki inkább elítélte az ő cselekedetét, illetve a másik oldal az pedig az volt, aki azt mondta, hogy hát egy kiváló sportember, a hegymászók tudják, hogy milyen veszéllyel állnak szemben, de egy hegymászó nem tud nem hegyet mászni, úgyhogy gyakorlatilag ez volt a két vélekedés, de hát nyilván itt azért lehet árnyalni a képet. Ti hogy látjátok ezt a helyzetet, Zsolt? Hát én legelőször is tehát egy óriási tiszteletet érzek a személye iránt, értelemszerűen. Borzasztóan tudom tisztelni azokat az embereket, akik képesek egy küldetés szellemében legyőzni a halálfélelmüket. Az a létforma, amit az a sportember képviselt, az nyilvánvaló, hogy nehezen emészhető meg a mai modern ember számára. Főleg olyanokról beszélek itt, akik belehűlve a fogyasztói társadalom életszínvonal hajhászatába, mindenről is véleményt formálnak, és fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent a kitartás, mit jelent az önfeláldozás, vagy mit jelent legalábbis egy célért élni valójában. Én úgy gondolom, hogy ő halálával valamilyen, hát ez lehet, hogy egy kicsit rossz megfogalmazás, de valahol elérte az ő célját, tehát egy magasabb rendű létállapotba lépett, és életét áldozta egy olyan gondolatért, amire valamilyen téren az egész életét ráépítette. Az, hogy ilyenkor felmerül a kérdés, hogy jogos-e ebben az esetben egy ilyen embernek azon gondolkodni, hogy családot alapít, illetve gyereket vállal, az ugye megint egy más kérdés, mert az én meglátásom szerint a szentőrültség, vagy a szentőrületnek a megélése az magányos dolog. És mivel ugye a nagy teljesítményekhez értelemszerűen egyfajta kimagasló öncélúság, vagy rosszul fogalmazva magas szintű önzőség szükséges, így bizonyos esetekben nem feltétlenül szerencsés az, hogyha az ember családban és gyerekvállalásban gondolkodik. De ez egy magánvélemény a részemről. Attila? Hát mindenképpen én is azt látom, hogy megosztó ez a kérdés, ez a haláleset. Az biztos, hogy egy extrém dolog, amit ugye képvisel, de szerintem, akik itt ülünk az asztalnál, ugye mi ezzel az extremitással tudunk azonosulni, mert valamilyen szinten mi is ugye egyfajta extrém dolgot képviselünk, majd a nemzeti szerzetek tagjai, vezetői, és tényleg azért ehhez elég nagy bátorság kell, elszántság kell, hiszen a Monteverest tehát magyar hegymászók közül szerintem még senki nem mászta meg, ha jól emlékszek, mármint oxigénpalack nélkül senki nem mászta meg, úgyhogy ő tisztában lehetett azzal, hogy nem biztos, hogy vissza fog térni. Ennek ellenére mégis vállalta ezt a kihívást. Hát valószínűleg ez volt neki az élete, ez volt neki a küldetése, és itt Zsolti álláspontja, azon ő is mondja, hogy ilyenkor családos embernek, vagy érdemes egy családot alapítani. Hát ott már volt egy kés család, ugye, amikor nekiindult ennek a küldetésének, és ugye ebből a szempontból megosztó ez a történet. Hát abból a szempontból meg tudom érteni, hogy én is családos ember voltam, amikor ugye mint akár a Magyar Gárda tagjai vezetője, vagy a Szebb Jövőért Polgárőrség vezetője, ugye én is családos emberként álltam bele olyan helyzetekbe, ami ugye kockázatos volt valami, nem ilyen szinten, de mégis kockázatos volt. Tehát én maximálisan meg tudom érteni, és elismerem az ő küldetését, és azt, hogy belevágott ebbe az ember próbáló feladatba. Egy mondatot még szigorúan, hogy ugye értelemszerű az is, hogy az én felfogásom szerint egy hősi halott.
Ami lényeges, hogy viszont az átlagember gondolkodása, aki az általános jellege a törpék mércével ítél, azt nem lehet viszonyítani egy óriáshoz. És hogyan reagált volna az átlagember, hogyha sikerül ez a hősies vállalása? Ők is kicsit magukénak érezték volna, ez mégiscsak Magyarország sikere, a magyar nemzet sikere, tehát hogy azért ezt hajlamosak elfeledni, de nem akarom Pétertől elvenni a szót, majd kifejtem én is a véleményemet hosszabban. Nem hinném, hogy elvennéd tőlem a szót, kedves barátom. Mindenek előtt, most ez, igen, ez nem figyelmeztetés, hogy bármikor visszamered. De ez szól nektek is. Igen. Igen. Nagyon mindenek előtt a családnak, hozzátartozóknak, a barátoknak őszinte részvétemet kívánom a magam részéről. A hősies, de tragikus halálára tekintettel. De a felelősség, nem felelősség kérdés, ez mindenkinek az egyéni felelőssége. Olyan jól szeretünk csámcsogni más, hogy mit tett, minek ment oda, hova ment oda. Egy felnőtt férfi volt, aki hozott egy döntést ennek a kockázatával az extrém sportban, pontosan egy nagyon súlyos egészségügyi, vagy éppen életet veszélyeztető kockázat van, ami nem kötelező, de ezért ez egy döntés, hogy az ember ezt a lépést megteszi. És ezt nem öncélú szórakozásból tette, mert ezen is mentek a különböző elemzések, hogy ez neki már gyakorlatilag egy szenvedélyével vált, mint egy drog, mondják mindenféle drogosok, akik egyéb teljesen leépítő szenvedélyeknek a rabjai. Általában ilyen emberek szoktak ezen hőbörögni. Ez az ő személyes saját döntése volt, de nem egy öncélú extrém sport volt ez a részéről, mert ezzel, ha ezt ő megtette volna, a nemzetnek is dicsőséget szerzett volna, ahogy a sportolókkal mindig azonosul az ember is a küzdelemben, és ez egy közösséget teremt, ez a druk. És itt is az egész nemzet jobb esetben a nemzetnek a normálisabb rész, ami valóban a tagjának nevezhető, szurkolt az ő sikerének, aminek külön fényt adott, hogy 70 éve hódították meg először Sir Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó, és hát nem csak az, más helyeket is tört, másrészt pedig a vele együtt menő nepáli serpa, ugye a Tengiz nevezetű nepári serpa, ez volt neki a rendes neve, tehát mondjam így, most a családneve, bocsánat, nem ugrik be. És ami nagyon fontos ehhez kapcsolódóan, hogy ebben valami nagyon arhaikus, ősi férfiasság, igazi heroicitás és virilitás van benne. Sajnos mi már nem abban a korban élünk, hogy vannak fehér foltok a földön, vagy fölülünk egy repülőgépre, és hát erről is talán ma még lesz szó, hogyan épül le a zenei kultúra, és elmegyek Hawaii-ra, meg ismerjük ezeket a búcsukban megszólaló lakodalmas rock számokat, erről ma még fogunk szólni. Tehát nem ülünk így fölülünk a repülőre, és elmegyünk, ahova akarunk, csinálunk egy selfit, minden. És ma már nincs igazi kihívás itt az életben, a világban, és ez az ember pedig ezt az energiáját erre akarta fordítani, ami, mint hangsúlyozom, nem csak egy öncélú hősködés volt, hanem ez a magyar nemzet sikere is lett volna. De én azt mondom, ebben az elbukásában is sikeres volt, hisz a küzdelem, ahogy Clairvoy Saint Bernard írta az Új Lovagság dicséretében, nem a harc kimenetelétől, hanem a lovag szívének szándékától függ. És pontosan ez a hősi életáldozatnak is a nagyszerűség és a nemessége. Ezzel tudja önmagát, a földi létnek a szorítását meghaladni, aki az életét föl tudja áldozni. Ki tudja ma már az életet, ma már cinizmussal fogadják, hogy bármiért, bármi eszmért valaki föláldozza magát. János, mielőtt átadnám a szót, csak röviden reagálnék, mert volt erről egy rövid jegyzetem a napokban, ahol kifejtettem a véleményemet. Annak az volt igazából a lényeg, és ez összevág azzal, amit Péter mondott, ezért szúrom most itt be, hogy gyakorlatilag az a fajta mentalitás, idealizmus, amit Suhajda Szilárd képviselt, azt tette nagyjá Európát, az európai civilizációt, tehát hogy saját magunkat meghaladni, olyan célokat kitűzni, amiknek az elérése rendkívül kellemetlen, sokszor lehetetlen, de mégis az, hogy ezt a harcot... Így van, így van. És ez nagyon szimbolikus egy hegymászó esetében, János. Mélységesen egyetértek az előttem szólókkal, nem is tartom szükségesnek, hogy újra ezeket elismételjem, viszont azt fontosnak tartom, hogy a
hát az árnyoldalára, a véleménynyilvánítások árnyoldalára is rámutassak. Én egyébként szintén, mint családos ember, azt a fajta felvetést, hogy milyen felelőssége volt vagy nem volt, önmagában még legitimnek tartom, viszont én azt gondolom, hogy ez nem a mi feladatunk, hogy ezt megítéljük. Azért a közönséges prolié meg egyáltalán nem, aki ül a Facebook előtt, és a saját életében semmit nem tett le az asztalra, és akkor ő megmondja. Ugyanez a szellemi sötétség nyilvánult meg egyébként a Böjte Csaba ügy környékén is. El se tudják képzelni ezek a magukat okosnak hívő kommentelők, hogy van olyan ember, aki tényleg, amit mond, abban tényleg hisz. Tehát, hogy az idealizmusnak olyan fokát gyakorolja, hogy gyakorlatilag az életét teszi erre, és hisz valamiben. Ők nem hisznek semmiben, de ez az embertípus mindig hangos. Mindig ezt látjuk különböző hírek alatt kommentelni. Ez gyakorlatilag az ős bolsevik típus, a proli, ugye irigy, mint mondtam még egyszer, ugye hangos és frusztrált. Tehát merem remélni, hogy nem ez a többség, de hogyha vizsgáljuk azt a jelenséget, hogy hogy jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag már egy ilyen eset is képes váltani egy ilyen szintű gyűlölet cunamit, akkor azért nem lehet elmenni szó nélkül emellett a jelenség mellett, és ez nyilván már messzire vezetne, hogy mi ennek az oka, mert ezt szoktam volt mondani, hogy egy nemzet szellemi erkölcsi állapotát hülyen tökrezi, hogy milyen számban vannak meg benne a prolik. Egyébként meg záró gondolatként én is őszinte részvétemet szeretném kinyilvánítani, és leszögezni, hogy ez egy hősies vállalás volt, és így is az, és én azt gondolom, hogy így is dicsőséget szerzett a magyar nemzet számára. Záró gondolatként még annyit tennék hozzá, hogy talán a Gerillán olvastam ezt a Facebook posztot, amiben nagyon frappánsan volt megfogalmazva, hogy olyanok fröcsögnek Suhajda Szilárddal kapcsolatban, akik a panel 5. emeletére nem tudnának oxigénpalaszt nélkül felmenni, nem, hogy igen, a Monteverestre. És még bocsánat, eszembe jutott még egy jó összehasonlítás, ugye ott fönn több ezer méter magasan, bár én nem vagyok szakértő, de nyilván ezt én is tudom, meg sokan mások tudják, hogy a legnehezebb kihívás az emberi szervezet számára az oxigén hiányos állapot. Na most kérdezem én, hogy egy 50-60 éves, túlsúlyos, alkoholista, dohányzó ember tüdeje mennyivel kap több oxigént, mint mondjuk egy hegymászó élt ott fent, és akkor ugye itt már egy görbe tükröt is lehet állítani a felelősség vagy felelőtlenség kérdéskörénél, hogy az nem-e ugyanakkor a kockázat. Erről mégsem beszélünk. Igen. És egy gondolat még, Tomi, hogy sajnos ugye a túlszaporodott proletárság, ugye a prolinak van egy olyan ismérve, ami nagyon jellemző rá, sajnos még egyszer mondom, túl van szaporodva a proli réteg, és ezért halljuk a hangjukat. Van egy olyan ismerve neki, aminek az a lényege, hogy alig várja, hogy csalódjon. Alig várja, hogy valamiről bebizonyodhasson azt, hogy az nem olyan. Hogy olyan, az hogy, nem igaz. Hogy ugyanolyan, dögöljön meg a szomszéd teherre. Mert magából indul ki. Igen, magából indul, nehogy már az jobb legyen, nehogy az az életformájában nekem példát adjon, vagy mutasson nekem irányt, vagy stb. Alig várom, hogy bemutassa azt, hogy nem külön nálam. Sőt, rosszabb. Tipikus. Na én megmondtam. Igen, megmondtam, ugye? Tessék. Mit mondtál meg? Igen. Igen, viszont mielőtt itt bizonyos emberek szándékosan félreértenék, a prolitságnak véleményem szerint van, tehát hogy egy értelmiség is lehet prolit, tehát ez egyfajta nem mentalitás. Nem mondjuk itt szellemi kérdés. Ez abszolút szellemi állapot a prolitság, mentális állapot. Jó, hát akkor térjünk át a második témánkra, ez pedig Trianon, illetve annak a megítélése napjainkban. A június 3-án a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalom szervezésében már 22-szer kerül megrendezésre a Trianon felvonulás. A szokásos, hagyományos útvonalon érintenek ugye különböző nagykövetségeket. Június 4-én pedig országszerte lesznek megemlékezések, hiszen annyit már azért sikerült elérni az elmúlt tizen pár évben, hogy Trianon kérdését úgy nagyjából helyre raktuk. Tehát még én emlékszem, hogy a Gyurcsány kormány alatt én akkor voltam általános iskolás, egy nagy magyarországos pólóért embereket, többek között engem is behívott az igazgató, most már azért nagy Magyarországot kormányzati, meg állami tisztségviselők is büszkén felvállalják. Ez egyébként főleg azért az úgynevezett
szélső jobb oldalnak az érdeme, hogy ezt sikerült így tematizálni, viszont nem akarom ebbe az irányba elvinni, hanem konkrétan beszéljünk Trianonról, és nem is annyira, hogy mi történt 1920-ban, mert meg az első világháborúról, ami közvetlen előzménye volt, mert ezzel azért nagyjából szerintem mindenki tisztában van, aki ezt a műsort megnézi, hanem inkább arról, hogy 2023-ban mit jelent Trianon, és magát jobboldalinak, nemzeti érzelmének való embernek milyen testtartással kell ehhez viszonyulnia. Akkor most másik oldalról indítsunk. János, te ezt hogy látod? Vitathatatlan, hogy Trianon egy óriási nemzeti tragédia, és nem a múlt, hanem a jelen része, és valamiképpen a magyar identitás részévé vált az is, hogy hogyan viszonyulunk Trianonhoz. Én mindig évek óta igyekeztem óva inteni a szerény eszközeimmel mindenkit attól, hogy ezt egyfajta öncélú önsajnáltatásként élje meg. Azért, mert akkor azzal azt sugalljuk, hogy ezt elfogadtuk. Hogy ezek a határok, vagy a határon túli magyarság helyzete soha nem fordulhat rosszabbra, és akkor sajnos ugye ez jellemző a magyar néplélekre, hogy szereti az áldozati pószt, még akkor is, hogyha ez itt ebben az esetben jogos is, csak hogy azt gondolom, hogy minden év június 4-én a legfontosabb kérdés az, hogy tudunk-e ez ellen valamit tenni, vagy mit tudunk tenni, vagy milyen stratégiát kellene kidolgoznunk, mert több mint 100 év elteltével azt látjuk, hogy itt Kelet-Közép-Európában szinte az összes akkori határ megváltozott, egyetlen egy nem, ez pedig Magyarország. Amikor Csehszlovákia felbomlott, nem történt semmi. Most ugye Ukrajnában háború van, egyelőre sajnos én most sem látom a realitását, hogy történhetne valami. Amikor Jugoszlávia felbomlott, akkor sem történt semmi, és ugye itt van a történelem kopogtat megint az ajtón, Koszovóban erről is majd érdemes lenne beszélni. Fogunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valahogy át kellene fordítani ezt a túlon-túl pessimista szellemi állapotot egy cselekvő, egy magyar akaraterőre irányuló viselkedési móddá, mert így lehet esélyünk arra, hogy Trianont valamilyen módon megváltoztassuk, illetve egy nagyon fontos aspektusa még, ami Trianon kapcsán el kell mondani szerintem, és én el is szoktam mondani, én azt nem tagadom, hogy az európai népek, nemzetek közötti viszonyt egyfajta konnacionalista módon gondolom el, csak hogy mondjuk ezt a fajta konnacionalizmus sokkal könnyebb megélni egy svéd, norvég, vagy dán, vagy bocsánat, vagy német. Bocsánat, János, szaldovágot csak röviden kifejteni, mert lehet, hogy nincs mindenki tisztában a fogalom. Arra készülök. Tehát ez azt jelenti, abból az alapelvből indul ki legalábbis nálam, hogy először vagyunk magyarok, aztán európaiak, de a magyar és az európai identitás egymást feltételezi. Tehát a magyar kultúrkör, népiségünk mind az európai kultúrkörbe testesül bele. Ennél fogva meg kell születni egy olyan felismerésnek, hogy az európai fehér ember összefogásra van ítélve, tehát sorsközösségben élünk egymással, és ez bármennyire is nehezen fogadható el, akár a jelenkori sérelmeinket figyelembe véve is, ez a Kárpát-medence népeire is igaz. Csak hogy, mint mondtam, ugye először vagyunk magyarok, utána európaiak, hogyha a magyar érdek sérül, akár Erdélyben, például akkor, amikor Novák Katalin a székely himnusz sorát posztolja ki, és a román külügy, a román politika megint soviniszta módon reagál, akkor egész egyszerűen nem tehetünk más, mint erre mi is reagálunk. Tehát a konnacionalizmus az nem azt jelenti, hogy egyfajta ilyen jobboldali vagy nacionalista, idézőjelben internacionalizmus hirdet, hogy adjuk föl önmagunkat azért, hogy békesség legyen, ugyanis a béke az csak az igazságosság talajából nőhet ki. Tehát a valódi béke az, amely az igazságon alapszik. Tehát ettől függetlenül törekedni kell, hogy megtaláljuk a közös hangot azokkal, akikkel lehet, már csak azért is, mert, mint mondtam, sorsközösségben élünk itt a Kárpát-merencében, és történelmi viszonylatban, hogyha megnézzük, a Kárpát-merencé népei mind vesztesei Trianonnak, és Trianonnak az óriási bűne, hogy a gyűlölködés magvait elhintette itt a Kárpát-merencében. Másrészt ugye erre rá is épít a kis Antant utódállamainak történelemszemlélete, oktatáspolitikája, amelyek főként, én azt vettem észre, Romániában jelennek meg a legmarkásabban, hogy az újkori román nemzeti identitás az deklaráltan magyar ellenes.
Ezzel mi innen olyan sokat nem tudunk kezdeni, ha megtámadnak minket, védekeznünk kell, és ki kell állnunk az életterünkért. Csak hát jó lenne, hogyha nem egymással kellene háborúskodnunk, vagy vívnunk ezeket az örökös küzdelmeket, akkor, amikor a 21. században az a kérdés, hogy Európa egyáltalán megmarad-e, mert rengeteg olyan globális problémával nézünk szembe, mint például a migráció, vagy Nyugat-Európa egyre inkább elveszíti kulturális és etnikai arculatát, és ez vár ránk is, hogyha mi itt egymással vagyunk elfoglalva. Másrészt, hogyha megnézzük, mind nyugatról, mind keletről, akkor tudtak könnyebben gyarmati sorba taszítani minket, a térség népeit, hogyha nem volt egy egységes tömb, amely annak idején a Magyar Királyság volt. Sok kis állam egymással szemben állva könnyű préda. Tehát ezt én azt gondolom elsősorban nem nekünk kell megérteni, mert mi ezt értjük, hanem a környező népek nacionalistáinak, hogy attól nem lesznek kevésbé szlovákok, ukránok, románok vagy szerbek, hogyha elismerik az ottani magyarság jogait, államalkotó nemzeti mi voltjukat, és a történelmi igazságot hajlandóak felismerni. Ez néhány kivételtől eltekintve azt gondolom még nagyon messze van, de nem hiszem, hogy ez a mi problémánk. Még egyszer mondom, attól függetlenül, hogy nekem ez az eszmei alapállásom, hogyha bármilyen sérelem ér, akár egy felvidéki, kárpátaljai, erdélyi vagy délvidéki magyart, akkor a leghatározottabban követelem, hogy annak legyen következménye. Tehát erre hivatkozva semmilyen bűnt nem vagyok én sem hajlandó elnézni. Van reális esély a revízióra, Péter? Eszterházy nádorként mondotta a 17. század elején, hogy őrültség semmit sem tennünk, ha mindent meg nem is tehetünk. És gondoljuk bele, hogy ő akkor élt, amikor már maximum aggasztjánkorú emberek éltek még, akik Mohács előtt születtek valamivel, hogy egyáltalán emlékeztek-e az akkori magyar viszonyokra, és aki akkor született és Csehszopó volt, az is maximum üszkös romokat láthatott és kipusztult falvakat a felszabadított és egyesített Magyarországon, hogyha még 100 év múlva mondjuk élt, sőt ugye mondjuk a Rákóczi szabadságharc után, mert tulajdonképpen azzal akkoriban záródott le, illetve majd később 1712-ben a Temes vidéknek, a bánságnak a teljes felszabadításával mondjuk úgy a területi revízió. Ez egyébként egy örök magyar program, én úgy állok hozzá, csak ha ma erre a korszakra gondolok, hogy a királyi esküben is benne volt, hogy minden a Szent Koronához tartozó területet köteles az uralkodó felszabadítani és gyarapítani. Ez mindig a magyar nemzettudatban volt, és ez kiírthatatlan. Ráadásul azért is, mert Európának a legstabilabb határairól kell, vagy egyik legstabilabb határáról kell, szárazföldi határáról beszélni a Kárpát-medence tekintetében, és csatlakozvám Jánoshoz, valóban vesztesei lettek mind a nemzetiségek. De én mondom, hogy nem Trianon vetette el a sárkányfogat. Az a nagyon nagy tragédia, hogy együttműködni együttműködő nemzetekkel lehet, csak az a probléma, hogy amikor a nemzetiségeket a magyarság ellen uszították, létrehoztak nekik egy olyan nemzeti narratívát, ami a magyarsággal szembe határozza meg magát. Most visszatérve például, tehát egy átlag román ember, aki megszületik román emberként, kijárja az iskolát, és azt a történelem szemléletet kapja, hogy itt a dákoktól itt vagyunk. Meg 3000 éve a magyarok a csodálatos kultúránkat elpusztították, és 1000 évig elnyomtak. Ott a Nagymorávia mítosza, az is ugyanerre épült. Tehát akkor már eleve egy magyarsággal szemben alapvetően kalibrált identitással bírnak ezek. És ezek egyébként egy mesterségesen a 19. században létrehozottak. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy nacionalizmus és nacionalizmus, mert van valódi, meg van áll ellen és nem nacionalizmus is. Tehát ugyanúgy, mint hogyha Terry Black a haló poraira, nem is mondok már semmit, most ő azt képzelte magáról, hogy nő vagy valami, attól ő még férfi lesz. Na most attól, hogy kitalálják ezeket a meséket, ami csak egyre jó, hogy szétbomlasztani a szerves egységét hazánknak. Csak egy konkrét példa, ami eszembe jutott, egy erdélyi mesélte nekem, hogy a román történelem könyvek, amelyet a gyerekek olvasnak az iskolában, a magyar honfoglalásról annyit tanítanak, hogy Szent István a Tisza vonaláig alapított magyar államot, és Erdély az ősi román föld, ugye.
Meg bocsánat, még egy gondolat ehhez, tehát eszembe jut tényleg az a belháború és etnikai háború, amit ne... Tehát most mondja meg valaki, hogy a magyarság ezen nemzetiségek ellen, tényleg Petőfinek a verse az élet vagy halál jött eszembe, hogy te Olá Rácz, Tóth, nem, ti mit bántjátok az magyart, 1000 évig az ő kezébe villogott a kart, sorolhatnám tovább ezt. Tehát hogy ott is mi volt, hogy elkezdett a Koponya hegyek zentán. És elkezdik írtani a magyart, meg Erdélybe. Miért? Tehát, hogy mit? Tehát, hogy lehet, hogy nem érted. Ilyet mikor tett a magyarság ezen nemzetiségek ellen? Hogy a Benes dekrétumok sorolhatnánk tovább. Amik a mai napig érvényben. Pontosan. Tehát, hogy itt az a súlyos dolog, hogy én objektíve, ha megvizsgálom a történelmet, megpróbálok elvonatkoztatni bevallott elfogultságom mellett a tények, deficitesek a mi javunkra. Tehát az, hogy a magyarságban ez egy súlyos sérelem, az egyszerűen egy égő valóság. Az egy más kérdés, hogy ez nem szabad, hogy lebénítson minket. Ahogy a Pannonfront megboldogult szerkesztő Józsa Péter pár egyszer mondta, hogy ha lefejelnek egy kocsmába, másnap le kell menni és kikérni egy sört. Tehát, hogy ez éppen az, hogy mi nekünk akkor is konok magyaroknak kell lenni, és továbbadni a lángot a következő generációnak, ha nem most, 100 év múlva lesz majd változás. Ez a lelkület, ez tesz minket magyarrá. Szervezet vezetőjeként mit lehet ezért tenni, hogy ezt a lángot tovább lehessen adni a következő generációnak? Hát én azt gondolom, hogy a nemzeti radikalizmusnak, a magyar nemzeti radikalizmusnak az alapját képezi Trianon, és egy olyan folyamat van jó néhány év vagy évtizede, ami azt látom, hogy nem, hogy elsorvadna, ugye a Trianon utáni vágyna, ez már nem csak egy revizionista nosztalgia, hanem valóban egy olyan cél, amit soha nem engedhetünk el, és amiért küzdenünk kell nekünk magyaroknak, ameddig csak élünk. És hál' Istennek ez egyre erősödik, egyre növekszik ez az igénye magyarságnak. Hogy most mennyire van ennek realitása jelenleg, hát ugye a világban vagy a történelemben soha semmi nem állandó. Tehát ebből kifolyólag ugye a reményt sem veszíthetjük el, nem mondhatunk le róla soha. Sőt, már a rendszerváltás óta is voltak olyan lehetőségeink, amelyeket nem használtunk ki. Akár ugye a Felvidékkel kapcsolatban, vagy Erdéllyel kapcsolatban, mint ahogy 1940-ben is, ugye a második bécsi döntés által, ugye visszakaptuk egy részét, a magyar lakta részeket. Nyilván, hogy ezek most sorvadtak, ezek a magyar lakta részek, de hát... Tényleg most nem csak az, ahogy a János is mondta, nem csak az a veszély áll fent, ugye, hogy nem tudjuk, hogy a Szent Korona országának a határait valamikor visszaállítani, hanem annak a veszélye áll fent, hogy egész Európát elveszítjük, vagy elveszíthetjük. Olyan szintű etnikai átalakulás van ma Magyarországon is. És ez ugyanolyan rosszul fogja érinteni a szlovákot is, meg persze. A magyart is. Tehát a lényeg az, hogy a Kárpát-medencének, a Kárpát-medence népeinek mindig is egységben kell gondolkodnia, csak ez a jövő, és ezt az egységet a Szent Korona országa tökéletesen megtestesítette 1000 éven keresztül, úgyhogy ennek kell visszatérnie a Szent Korona országának. Ez lesz a jövője, nem csak Közép-Európának szerintem, hanem egész Európának is. A fehér embereknek, az európai népeknek, a kárpát-medencei népeknek, nemzeteknek össze kell fognia, és akkor bízunk majd abba, hogy újra létrejöhet a Szent Korona országa. Tehát nem mondunk le róla soha, zárszóként. Nem soha. Nem soha. Mint vezető, mozgalmi vezetőként, hogy mi a... Igen, hát, de meg utána általánosságban is. Annyira elmondhatok már mindent, hogy én csak annyit tudok ehhez hozzászólni, hogy mint a betyársereg, ugye ne bánsd a magyart, mert borul jársz. Ez ennek függvényében azt tudom hozzátenni itt az elhangzottakhoz, hogy mi viszont, aki bántja a magyarokat, az jó meg fogjuk picsázni, hogy itt Közép-Európában megtanuljanak bennünket igazán tisztelni. Így röviden tömören, tehát most hirtelen, mert amiket elmondtatok, mindennel tudok azonosulni. Még egy plusz mondat annyihoz, hogy az elmúlt 20 év, vagy az elkövetkezendő 20 év, én úgy gondolom, hogy rendkívül mozgalmas lesz, világpolitika szempontjából is, és itt most nagyon sok olyan tabu kérdés fog más megvilágításba kerülni, amiről eddig nem is gondolhattuk volna, hogy oda kerül, úgyhogy legyünk résen, és legyünk készen arra, hogy amikor a történelmi szituáció és a helyzet hozza a lehetőséget, akkor ne maradjunk le róla. Így röviden tömören. És ugye azért Trianonhoz, meg a nemzeti összetartozáshoz szorosan kapcsolódik
a csíksomlyói búcsúnak az ünnepe, hiszen ugye pünkösd van, hogy konkrétan egybeesik június 4-ével, ugye most egy héttel korábban volt, de mégiscsak egyszerre szimbolizálja valamilyen szinten Trianont és a nemzeti összetartozást, másrészt meg ugye a kereszténységet, a katolicizmust. Az idei búcsún egyébként, amikor most maradva a szervezeteknél láttam, hogy Mömösök is voltak kint, Betyársereg is fotózkodott, Légió Hungária, 64 vármegye, tehát azért jól látszik, hogy ezek a szervezetek fontosnak tartják ezt az eseményt. Viszont beszéljünk arról, ami Novák Katalin és a Román Külügy között történt, ugyanis a Magyar Köztársasági Elnök is részt vett a csíksomlyói búcsún, majd pedig egy nagyjából egyperces videót posztolt a Facebookon, ami alatt végig a székely himnusz szólt, illetve azzal a mondattal, ami ugyancsak a székely himnuszból az egyik sor, posztolta a Facebookra ezt a videót, hogy ne hagyd el veszni Erdélyt, Istenünk. És ezt követően a Román Külügy felháborodott gyakorlatilag, és egy üzenetet küldött a Magyar Külügynek, ami arról szól, hogy hát hogy képzeljük azt, hogy az államfő ilyen revizionista gondolatokat fogalmaz meg, és hogy egyébként is ez a szokásos duma, hogy a két ország közti baráti kapcsolatokat ugye ez veszélyezteti, illetve a leendő román miniszterelnök, akit a napokba fognak beiktatni, ő meg úgy fogalmazott, hogy Erdély a román nemzet örök lelke, tehát itt azért kialakult egy kis diplomáciai adok-kapok, de ami az én megítélésem szerint pozitívum, hogy a Novák Katalinnak a hivatala nem hagyta annyiban, hanem visszalőttek, és gyakorlatilag nem kértek bocsánatot, hanem azt mondták, hogy hát túlzónak érzik a román reakciót, de hát nem lepte meg őket, mert gyakran küldenek ilyeneket a románok. Azért ez változás, nem Zsolt, így a mondjuk a Gyurcsány kormány, meg a baloldali kormányok külpontjához képest. Hajrá Novák Katalin, tehát legőszintén tudom mondani. Én nagyon rövid leszek ebben a kérdésben, ugye nekem lehet szabad szájúban fogalmazni, mert a mai napig ki vagyok tiltva, ugye idézőben Romániából. Tehát én szarba nem nézem egy olyan államnak a megnyilvánulását vagy kritikáját, aminek a létezését nem ismerem el. A másik fontos lépés, hogy ez a fajta igazi unintelligens bunkó hozzáállás, amit mutatnak, ez a tipikus balkáni vadállati jellegüket tükrözik, amit képtelenek levetkőzni magukról. Ennyit tudok mondani. Rabló kiált Pandurt. Ez ennek az esete, tipikus esete. Tehát tényleg, hogy 200 évig ment a román irredentizmus, és a román népet, akit Magyarország befogadott, uszították a saját államon, és van pofájuk nekik revízióról ugatni. És egyébként ez már nem az első dolog, hogy kipécézik Novák Katalint. Ugye először volt, amikor Bethlen Gábornak szobrot állítottak Gyulafehérváron, akinek köszönhetik a románok először a nyomtatott irodalmat. Ennyire nyomtuk el a nemzetiséget, hogy kiadták a Szent Bibliát is román nyelven, a liturgikus könyveket, tehát ez Bethlen Gábornak, és oda ment valami idióta, és ott ilyen Avram Jankú képet átadott neki. Annak az Avram Jankúnak, aki egy népirtást, egy etnocidiumot, egy bestiális etnocidiumot művelt Erdély földjén, a dél-erdélyi szorvány magyarságot azt pecsételte meg a Hóra Kloska Krizsánféle lázadás mellett. Hozzáteszem, ezek ma történelmi hősök a románoknál, ezekről vannak utcák elnevezve, és azt pedig elfelejtik, hogy például 48-ban is a bánsági, meg az alföldi románság az Magyarország mellett volt. A többségük nem volt a lázadók mellett, de ezeket kell hősnek tekinteni, akik egyébként olyan fasza gyerekek voltak, hogy ártatlan férfi fegyvertelen öregeket, lefegyverzett férfiakat, akik mondták, hogy semmi gond lesz, tegyék le a fegyvert, hogy mi is letesszük, mi sajnos ennek bedőltünk. Tehát tényleg ezek a hősök nekik, erről kéne pofázni. Péter, nem volt férfi a faluban, mert elvonultak a csatába harcolni, és ezek, ahol csak civilek, nők, gyerekek lerohannak, és brutál kegyetlenséggel. És még azokat a románokat is, akik a magyarokat meg akarták védeni, igen, és kifosztották egy utolsó szar szemét, ganéj brigád, és ezek ők nemzeti hősöknek merek nevezni, meg Axente Severt, meg a többit. Ez itt a probléma. Erről pofázzanak, meg átfestették a székelykőt, ugye, ami piros-fehér-zöldre volt. Tehát ez a három provokáció most ezzel együtt. Tehát tényleg álljon már meg a gyászmenet, elnézést kérek. A lótüdőnek is van vége. Érintőlegesen említettem én már ezt az esetet, a Novák Katalin félét, tehát ismételni tudnám magamat.
De még egyszer mondom, a Kisantant népei közül a leginkább soviniszta, a legtörténelemhamisítóbb és legprimitívebb szinten politikát művelő, az ki kell mondani, hogy Románia. De azt is érdemes megnézni, hogy az egész dákon-román elmélet, és nem akarom ilyen messzire elvinni, csak jól rámutatja, hogy történelemhamisításban mennyire nem riadnak ők vissza semmitől sem. Ugye az feltételezné ennek a népnek a latin eredetét. Na most a 19. századig, aki egyáltalán tudott Romániában írni, olvasni, az Cyril betűt használt. Ortodox keresztények. Ezek mind-mind arra utalnak, hogy valamikor a 13.-14. században egy ilyen albán kecskepásztor nép szivárgott föl északra, majd be Erdélyben, és a szláv tengeren keresztül, hogy átjött, vette fel az ortodox hitet. És az úgynevezett román kulturális mozgalom volt az, amely kitalálta, hogy kreálni kellene valami nemesebb ős történetet, és akkor itt voltak a rómaiak, dákok, és akkor úgy lettek ők dákor-románok, és ott kreálták meg ezt az egészet, latinosították a betűket, és kitalálták ezeket a történeteket, tehát ez az egész innen ered. De meg kell nézni a román himnuszt. Mátyás király szerepel benne, mint román uralkodó. Tehát ilyen szinten a legapróbb dolgok is. Nyilván érzik azt ők például Mátyás királyról, hogy egy nagy dicső uralkodó volt, akkor megpróbálják ellopni. Tehát át van itatva az egész román történelmi szemlélet és nemzeti identitás, és hogyha ez így van, már pedig így van, akkor nem is lehet csodálkozni azon, hogy a legapróbb megnyilvánulásuk is magyar ellenes. A román politikai palettán, hogyha végignézünk, a szélső liberálistól a szélső jobbig egyetlen egy közös van, az, hogy magyar ellenes. Akkor miről beszélünk? Attila, te is ki vagy tiltva Romániából? Hát én nem vagyok kitiltva még, de... Ez a műsor, látom, ki fog a létszám, ezt nem figyelem. Erre ne vegyünk mérget, de egyébként már voltak kitiltva, így a régi csapatomból is többen a Erdélyből. Úgyhogy, tehát én úgy látom ezt a helyzetet, hogyha valaki itt kirekesztő ebbe a kérdésbe, ugye az maga a román állam, hogy egyáltalán ilyen nyilatkozatot mer tenni, ugye a magyar köztársasági elnök ugye egy ilyet posztol fel, hogy székely himnuszból idézve. Tehát nekik kéne ezért elnézést kérni. Hát Székelyföldön, Erdélybe, vagy három Székely megyébe, Kovászna megyébe, Hargita megyébe, Maros megyébe, ugye milliónyi magyarság, milliónyi székely ember él. És akkor ez micsoda kirekesztő magatartás ez, hogy ők nem énekelhetik el a saját himnuszukat, vagy a magyar köztársasági elnök ugye ebből nem idézhet ebből a székely himnuszból, hát ez egy gyalázat. Tehát én a magyar külpolitika helyébe ugye tovább ütném ezt a vasat, és igenis ezért a kirekesztő magatartásért, amit a románok gyakorolnak az erdélyi magyarsággal szembe, vagy akár velünk szembe is, ugye el kell ítélni őket, és bocsánatkérésre kell őket kötelezni ezért a megnyilvánulásért. Nekem ez az álláspont, amelyik én nagyon fel vagyok háborodva a román hozzáállásom mindig. Tehát ez... Várható, hogy eszkalálódni fog a helyzet diplomáciai szinten? Péter, akkor most rád nézek. Hát az a kérdés, hogy mit értünk eszkaláción. Tehát szerintem ennél több nem fog történni jelen esetben, de állandóan van egy provokáció. Ne felejtsük el, a 2019-es csíksomlyói búcsú alatt volt, én ott voltam, amikor az úzvölgyi provokációt megcsinálták. Hogy kitépkedik a sírkereszteket, tényleg hullarablás. Tehát, Európa igen. Szinten ilyet nem látsz. Ez a legalja, de olyan szintű, hogy... A legutolsó szerb vagy szlovák sovinisztát se jutottak ilyen szintre. Nem. Tehát ez. És ezek államilag irányított provokációk egyébként, és messzebb kell nézni, ez még magasabb szintről is jöhet ennek az orkesztrálása, tehát az egésznek a kivitelezése, méghozzá azért is, mert tudjuk, hogy Magyarország tartózkodó álláspontot és a béke álláspontjával alapvetően az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban, és mint tudjuk, Románia azért egy elég erős bástyája Amerikának tulajdonképpen. Ajaj. Tehát most finoman fogalmazom. Előre volt hadállásmód, kinyugodtan. Igen, majd átállnak. Tehát nyilvánvalóan, hogyha itt mondjuk... Nem sikerült az amerikai követségen keresztül Budapesten ezt kivitelezni, hogy itt bármilyen módon Magyarországot destabilizálni, akkor ilyen módon szúrnak oda. Ezek kis ütések, tehát oda szurkálások ezek, ilyen bordázások úgy érzem, de ez még a gyengébb verziója. Ennél lehet súlyosabb is, és ne legyen afelől kétségünk, hogy
azért ugrásra készek ők, hogy bármikor ránk törjenek, hogy a Tiszáig kitolják a pár éve hatát, volt ugye? Román államelnök, ha jól tudom, Basescu nyilatkozta, hogy bármi ilyen eset van, ő azért emlékeztetné a magyarokat arra, és most szó szerint idézem, az ideális Románia nyugati határai a Tiszánál húzódnak. És a mai napig Romániában gyártanak olyan térképeket, amelyek így ábrázolják Romániát. Egyébként még egy mondatot hozzá szeretnék fűzni, ami meg azt mutatná be, hogy egyébként ez a viccállam, ez szétesés előtt áll. Tehát száz évesek, hát hány, ugye? És már most olyan problémák vannak az országot illetően, hogy például amikor a székely fiúkat is ugye több évre elítélték ezért az ostoba petárdázás miatt, ez feltétlenül nem csak a magyar gyűlöletet kell ebbe látni, hanem értem azt is, hogy retteg és fél a hatalom. És bármilyen fajta kisebb lépése az autonómia, a szeparatizmus felé, a számukra már egyből azt jelenti, hogy ezt a nehezen összetartható valamit is pillanatok alatt szétboríthatja. És ez megerősíti az is, hogy egy nagyon érdekes fölmérés, meg Európában, régiókban megkérdezték egy ilyen közvéleménykutatás kapcsán, hogy Európához, a hazájukhoz vagy a régiójukhoz kötődnek. És nagyon érdekes volt például, hogy Ausztriában egy ilyen terület van, Burgenland, aminek regionális identitása van, annak ellenére, hogy minimális a magyarság létszámot, de mégis van egy elkülönülés, és ez egész Erdélyre, a román lakta részekre is igaz. Mert óriási a kulturális törés a regáttal. És a rettegnek ettől, és elmondom, hogy milyen rettegés oka. Ugyanúgy én mindig mondom, hogy Csehszlovákia fölbomlott, Nagy-Jugoszlávia, vagy mondhatom Nagy-Morávia fölbomlott, Nagy-Jugoszlávia fölbomlott, most Nagy-Ukrajna van soron, és felkészül Nagy-Románia. És egyszerűen azért is, mert olyan regionális különbségek vannak, és ők rettegnek ettől is. Miért? Azért, mert nem a vérükkel szerezték a területet, ingyen odaadták nekik, és Magyarországon meg hátba döfték a politikát. Mert ha lett volna itt 18-ban ellenállás, hazugságra épül a múltjuk. De még egy újjumpa afrikai néger csáldozott volna föl a sajátjaik közül Franciaország, hogy gyerekek, ti ilyen hülyék vagytok, hogy nem veritek meg a magyarokat. Mert ők ezt ajándékba kapták. Nem hontfoglaltak, nem vérrel és vasszal, úgyhogy egy küzdelembe kiütnek, stb. Ez van. Nem, ők egy hátba döfött országban, és háttértámogatással győzték le Magyarországot, hogyha most visszakanyarodunk Trianonra. És ez tudattalanul bennük van. Itt egy négyzetcentimétert sem úgy szereztek meg, hogy a magyarok kezéből kiütötték a kardot. És hazugságra épül az állameszméjük, nincs legitimitása. Ez, ami hazugságra épül, az a román titkosszolgálat vezető is pár éve mondta, hogy kiröhögte a kérdezőt, amikor mondta, hogy milyen szimbolikus, hogy visszaérkezett a Szent Korona Magyarországra 79-ben, mert ez kifejezi a területi egységet, és akkor hát de nekünk is van koronánk, és akkor hangosan fölröhögött az a volt román titkosszolgálat vezetője. Uram, ne haragudjon, így mondja a riporternek, arra gondolom, amit a plevnai török ágyukból öntöttek. Hát értse már meg a szimbolikát, ezt a pápa küldte meg ezer éves, meg... A tartalmat a korona mögött, igen, pontosan, csak az államesszvével kapcsolatban pontosan. Amit egyébként megint egy nemzetközi kongresszuson 1878-ban kreálták meg Romániát, van, a nagyhatalmat, nem pedig az, mint Árpád atyánk, hogy ő vérrel és vassal hódította meg a Kárpát-teret. Viszont van egy másik ország is, aminek hát kérdőjeles a megítélése, és akkor még finoman fogalmaztam, ugye ez Koszovó, és ott most ráadásul eszkalálódik a helyzet, és nem csak verbális szinten, vagy diplomáciai szinten, mint mondjuk a magyar-román viszonylatban, hanem ugye komoly tüntetések kezdődtek szerb többségű településeken. Ennek az az előzmény, akkor röviden kontextusba helyezem, hogy a szerbek, a koszovói szerbek bojkottálták a koszovói önkormányzati választást, így még a szín-szerb településeken, vagy a szerb többségű településeken is albán polgármestert választott meg a lakosságnak, egy minimális szintje, ugye nyilván akik elmentek szavazni, viszont most a szerbeknek meg érthető okokból nem tetszik, hogy albánok vezessék a városaikat, ezért most felkeltek, és a NATO KFOR erőit pedig bevetették békefenntartó célzattal, aminek van sajnos magyar vonatkozása is, hiszen ugye mi is ott vagyunk Koszovóban, és a tegnapi tüntetésben a honvédelmi miniszter Facebook posztja szerint
több mint 20 magyar katona sérült meg, és közülük 7-en súlyos sérülést szenvedtek, volt, akit műteni kellett. Tehát azért ez már egy elég komoly helyzet, és felmerül a kérdés, akkor Zsolt, ebbe talán te vagy a leginkább kompetens, a múltadat is ismerve, hogy mit keresünk mi egyáltalán Koszovó területén, mint magyar katonák, magyar honvédség. Hát igen, de ugye a katonai karrierem itt a szerkesztő úr erre céloz, igen, igen. Hogy ugye azon bukott el, hogy én a NATO tagságán gyűjtöttem aláírást, és így ugye fegyelmivel el lettem távolítva. Én nem azt mondom, hogy proféta voltam a saját hazámba, de azt valamilyen szinten minden normális és jó gondolkodású, jó érzésű, felkészült hazafi, illetve katonai szakember láthatta, hogy előbb-utóbb ennek az lesz a vége, hogy egy gyarmati hadsereg fog létrejönni, ami az úgynevezett világot uraló, úgynevezett háttérhatalmaknak lesz egyfajta ilyen rendteremtő rendőri alakulata. És ahol az úgynevezett nem létező háttérhatalom, ugye, mert ezt nem szabad emlegetni, bárhol problémát, káoszt és saját úgymond érdekei szerint területrendezést hajt végre, oda pacifikálni ezeket az egységeket küldik. Ugye a Delta 97-es hadgyakorlat az többek között már nem feltétlenül az ország védelemről szólt, hanem többek között arról, hogy hogyan tanítsuk meg a magyar honvédséget pacifikálni. Hogyan tanítsuk meg a békefenntartás művészetére, ami 99%-ban egyébként rendőri munka. Maga a szó is, hogy békefenntartás, fegyverrel hogy tudsz békét fenntartani? Ugye elég visszás, tehát ott valamilyen szinten egy tudatos utasítás kell, hogy fenntartsál és védelmezzél. Na és ennek egy óriási problémája az, hogy sajnos mi magyarok is nem, hogy NATO alakulat, nem, hogy NATO tagok lettünk, nem csak, hogy a megszűnt hazánknak nagyon sokáig, most éppen látjuk azt, hogy próbálják újjáépíteni, vagy próbálják valamilyen formában visszahozni a területvédő képességét a honvédségnek, hanem így hosszú-hosszú, ugye éveken keresztül részt vettünk mi is ezekben a békemisszióknak hazudozott megszállásokban, illetve különböző népek, nemzetek szabadság törekvéseinek a fegyveres elnyomásában, mert mondjuk ki őszintén és nyíltan ez valahol erről szólt. És ennek van sajnos egy olyan olvasata is, hogy bizony, amikor egy nemzet öntudatra ébred, vagy éppen bármilyen formában is harcolni akar a területéért, harcolni akar az életteréért, akkor hogyha sajnos magyar emberek vannak NATO uniformisba öltözve és plexipajzsal ezt meg akarják akadályozni, akkor sajnos szembesülniük kell azzal, hogy veszteségeket szenvedhetnek, illetve sérüléseket szenvedhetnek, ami borzasztó nagy tragédia, mert semmi keresni valójuk ott magyar fiataloknak Koszovóban. Főleg úgy, hogy számomra maga Koszovó léte egy provokáció, amit értelemszerűen... Hát ne is nevezzük azért államnak. Ne is nevezzük államnak, amit értelemszerűen egy NATO bombázás kényszerített ki. Brutális módon, brutális eszközökkel. Most az, hogy a szerbek számomra teljesen jogosan követelik azt, hogy Koszovó a szerbeké legyen, és ez az áldatlan állapotot, ami az elmúlt, lassan már ugye 99 a bombázás, és ugye Koszovó az 2008-ban ismerték el, így van, igen. Így van. Tehát követelik ennek az áldatlan állapotnak, ennek az életképtelen műállamnak, ennek a szélsőséges albán terrorizmusnak, ami ott lényegében kialakult, a felszámolását és visszaszorítását, azt szerintem teljesen normális és Európa érdekében, vagy Európa szemlélet, vagy Európa szemszögéből nézve teljesen el is fogadható. Most olyan nyilvánvalóan lesznek olyan idióták, akik majd engem megtámadnak, hogy én miért védem a szerbeket. Hát én nem tudom azt, hogy a délvidéket ők ugye elrabolták tőlünk, mondom, az egy dolog, de attól függetlenül, hogy ennek függvényében a szerbek bukják Koszovót, és egy nagy csomó muzulmán fog ömleni Európa irányába, az nem tudom, hogy kinek és minek lesz jó, és nem tudom, hogy ettől függetlenül délvidék visszakerül-e hozzánk. Tehát bizonyos dolgokat azért tegyünk tisztába, meg bizonyos dolgokat azért ne mond egy karakteren belül próbáljunk szemlélni. Egyébként egy nagyon fontos gondolatot Koszovónak a nagyon megoldhatatlan helyzetére, vagy részben megoldható helyzetével kapcsolatban, hogy azokat a szerveket is fogadtuk be jó részt 1697-ben Csernovics Arzén vezetésével, aki Pétyi Ipeki patriarka volt, ugye Koszovó területe, Rigómező, ismeretes talán így jobban a Koszovó pólya maga, az azt jelenti, hogy Rigómező, szó szerint szerbül. Tudni kell ennek a területnek az etnikai történetéről, hogy egyrészt ezt a bölcsök háborújával nyerték meg az albánok, de hozzáteszem, hogy már az albánok is ürülnek ki erről a területről, tehát ez az egyik legnagyobb cigányfészke a Balkánnak, ezt kevesen tudják.
és minden egyéb dologgal szemben. Egyébként a szerbek jelenleg csak azt szeretnék, hogy a szerb többségű területek Szerbiához tartozanak. Tehát még van a részükről egy kompromisszum, egy etnikai határmegvonás, mert az, hogy ugyanez a probléma Trianon helyzetével is, hogy talán ez ma már egy történeti megemlékezéssé érett volna, ha valóban az etnikai tömb határokat húzták volna meg. De egyébként akik ezeket kitalálták, nem érdekli őket, és egy szándékos konfliktus generálás van. Amerika úgy tartja fel a világhatalmát az ő geostratégiájában, meg az a háttérhatalom, hogy Amerikát mint eszközt erre használja, hogy ilyen konfliktus formákat nem békét teremt, hanem éppen az, hogy békétlenséget gerjeszt. És például az kinek jutott eszébe, tényleg, hogy magyar békefenntartók menjenek Koszovóba. Mert hogyha izlandiak mennek, vagy dánok, hát a Dánia meg Szerbia mikor érintkezett a történelemben? Nagyon ritkán. Nyilván érnek szerb munkavállalók, meg albánok is Dániába, tehát ennek van egy másfajta biztonsági kockázat a Dániára nézve, de mondjuk elküldenek magyarokat Szomáliába, hát Szomáliába ritkán érintkeztük. De itt egy szomszédos országba küldünk mi békefenntartókat, hogy ebben miért egyezett be Magyarország? Hát menjenek, nem tudom én, a portugálok oda, most bocsánat. Ráadásul a konfliktus kezdete óta ott pontosan, vagyunk. Tehát pontosan. Tehát ennek mi az üzenete a Szerbia felé, Magyarország részéről, hogy figyeljetek már, miért küldtök oda magyar békefenntartókat? És jelen pillanatban az ottani békefenntartó azt a rendet tartja fent, amit az Egyesült Államok, hogy mondtad, nagyon megfogalmazza, Európára kényszerített, tehát Koszovóra többek között, Szerbiára. Tehát. És értelemszerű, hogy látod, vagy látjátok, hogy ez egy puskaporosor, ez bármikor robbanhat. Nem csak azért feltétlen, mert ez a Balkánon van, azért is, mert tudatosan úgy van megrába megalkotva, hogy ez biztos konfliktus. Eleve ugye a Balkán mindig egy puskaporos hordó. Igen, de nem csak ebből a jelenségből adódóan. Ez tudatosan úgy, mint ahogy Bosznia-Hercegovina, időkérdése, tehát az is borulni fog. Igen. Objektíve is nézve, én is azt gondolom egyébként, hogy ebben a kérdésben teljes mértékben a szerbeknek van igaza, most függetlenül a mi történelmi sérelmeinktől, illetve hogyha egy nagyobb kontextusba helyezzük, európai érdekeivel ellentétes, mint ahogy mondtad, Koszovó léte, és ugye éppen ma jött ki egy közlemény, hogy a Mi Hazánk a pártok közül egyedüliként képviseli azt, hogy a magyar katonákat ne vigyék külföldre. Hozzák haza. Hozzák őket haza, itthon van rájuk szükség. Pontosan. Úgyhogy sehova ne vigyék őket, se Koszovóba, se az Amerikai Egyesült Államok megszálló háborúihoz ne csatlakozzanak, tehát szerintem ezt minden jó érzésű magyar ember beláthatja, hogy ez nem magyar érdek, hogy ott magyar békefenntartó sérüljön meg, vagy ne adj Isten meghalljon. Illetve hát itt érdemes lenne tényleg boncolgatni azt, hogy mi a háttere ennek az egésznek. Számomra egyébként nagyon ködös az az egész is, hogy ugye abból indult ki a történet, hogy a koszovói, észak-koszovói szerbek bojkottálták az önkormányzati választásokat. Most nyilván ugye ott szerb többség van, de amennyire tudom, nincsen határa az érvényességi határ, nincsen így, hát olyan 3-4% részvétellel, ugye megválasztották az négy albán polgármestert, hogy ez az ötlet honnan eredhetett, ez egy jó kérdés, hogy mi lehetett ennek a mögöttes tartalma. Kicsit úgy tűnik, mintha ebbe így generálva lett volna a feszültség. Érdemes lenne azért az amerikaiaknak a véleményét is, a valódit megtudni, hogy mi a terv. Nyilván ugye nagy vonalakban ismerjük, tehát legyen feszültség és felfordulás. Illetve amit én még látok, hogy Vučić elnök azért meglehetősen óvatos. Én nem gondolom egyébként, hogy ők minden áron háborút szeretnének, attól még, hogy felsorakozott a szerb hadsereg a határon. Én a higgadságot egyelőre a szerb oldalon látom. Az a probléma ezzel, mindenki jött, hogy Helsinki örök béke, örök határok, az ENSZ, nem lehet ezt csinálni, hogy milyen érdekes, hogy ilyenkor visszacsatolva, hogy mi, ne legyen revízió, akár etnikai alapú revízió Magyarország javára, de egy törvényes állam, most függetlenül a szerb-albán konfliktustól, ami ott történt, ahogy szokták mondani a Balkánon, mindenkinek könnyökig véres a keze, meg úgy kezdődött, hogy a másik szemmel vert, ugye, de ismerjük ezeket a történeteket, nem ebben akarok én igazságot osztani, viszont tény, ami tény, hogy Koszovó Szerbiának a nemzetközileg elismert területe, és ezt önkényesen kiszakították, amit elvileg nem lehet, de ebből látszik, hogy csak egy írott malaszt és addig érvényes, amíg
amíg tehát az erő dönt. A erősebb kutya gyakorolja a szerelem jogát a nemzetközi jogban. Péter, belebombázták Szerbiát. Tudom, tudom, hogy nem. Miről beszélünk? Tehát... És ugye bár nem az én tisztem így ilyen szinten elmélyedni a szerbek érzelem világába, de azért azt is tegyük hozzá, hogy Koszovóra a szerbek úgy tekintenek, mint Szerbia bölcsője. Rigó mező, ne őrítsenek. Ojjaj, hát Milos Obilić ott szúrja le a szultánt, igen, ha jól emlékszem. Hát szóval ne viccelj. Én azt mondom, én teljes mértékben meg tudom érteni őket. Attila? Én sem vagyok egy nagy szerb szimpatizáns, de most maximálisan ugye ezek mellett a szerb lakosok mellett teszem le a voksomat, illetve számomra is felháborító, hogy a magyar katonák miért harcolnak ott a koszovói érdekekért, vagy a globális világhatalmi érdekekért, tehát hozzák haza magyar katonákat, semmi keresnivaló nekünk nincs ott ebbe a harcba. Hát sok időnk már nem maradt, úgyhogy Kisgrófforról csak mindenki egy-egy mondatot mondjon. Ugye itt azt érdemes tudni, hogy most gyakorlatilag a nemzeti együttműködés rendszerének egy kiemelt alakja lett, akit 30. születésnapján Orbán Viktor és Kubatov Gábor is köszöntött a Facebookon, sőt Kubatov a születésnapi bulijára is elment, és közös képet is készített Kisgrófóval. Majd nem sokkal később a híd gyülekezetében újra keresztelkedett Németh Sándor, újra megkeresztelte, mert feltételezem, hogy Kisgrófó eredetileg katolikus, vagy esetleg református lehetett, de biztosan nem a híd gyülekezete tagja. Tényleg csak egy-egy mondatban mit gondoltok arról, hogy milyen hatással van a magyar társadalomnak a, hogy mondjam, lélektanára, vagy kulturális érzékenységére az, hogy egy ilyen embert helyeznek piedesztára? Szörnyű, tehát azért én zenének se tudnám nevezni azt, amit ő előad, előadó művészet címén, és borzasztóan tragikus, hogy a Fidesz most már visszatérően úgymond nyilvánosságban magasztalja, ugye Orbán Viktor felköszönti a születésnapján, a Kubatov Gábor is, és láthatólag nyilván ennek két oka van szerintem. Egyrészt ugye ez egy üzenet akar lenni a cigányság felé, nagy választói tömeget látnak bennük. A másik, amiről kevesebbet szoktak beszélni, de szerintem legalább ilyen hangsúlyosan itt van ebben a jelenségben, az az, hogy a Fidesznek egyes részeiben azért még mindig felfedezhető egy kőkemény, hamisítatlan liberális szellemiség, és nem tudok rá jobb szót mondani, gagyi módon nyúlnak hozzá ezekhez a kérdésekhez, és szellemi idézőjelben táplálékot adnak a proletár rétegnek, vagy most visszautalhatnék még a tavalyi, vagy tavaly előtt volt egy Szent István napi felvonulás, az is egy borzasztó bazári hangulatot sugárzott, tehát azért ezekhez a kérdésekhez óvatosabban kellene nyúlni, mert föl lehet tenni a kérdés, hogy nem-e visszájára fordul, és akkor záró gondolatként, és még kicsit visszacsatolva az előzőre, nem elviccelvén a helyzetet, de szerintem, hogyha a Kisgrófót játszottak volna le Koszovóban, annak igen nagy tömegoszlató hatása lett volna. Péter, röviden? Egy ember, egy szavazat, akár tud írni, akár nem tud olvasni. Ebben gyakorlatilag meg van magyarázva a kérdés. Akkor gyorsan felborítva rendet, hadd csatlakozzak hozzá. Sajnos a cigányság már a Magyarországon szavazást eldöntő tényezővé vált. Ennek függvényébe kell értékelni ezeket a... Attila, tiéd a hát utolsó gondolat. Ezt én is pontosan így látom. Tehát a szerény becsléseim szerint is legalább 500 000 cigány szavazó van, amelyik akár eldönthet egy választást is, mert nagyon sok esetben látjuk, hogy el is döntik településeken. Ugye, és itt nem csak a cigány láncszavazásokra kell építenie, ezek szerint a Fidesznek, ugye nem magának a cigányság fel irányuló propagandának is, ez egyértelműen erről szól, és ez borzasztó, sajnálatos, vagy nevezhetném akár szánalmasnak is, hogy ilyen közizdés romboló szintre süllyed le Magyarországnak a legerősebb pártja, tehát ez felháborító és botrányos a részemről. De hát igen, itt a szavazat számít. Már csak azért is érdekes, mert rengeteg remek cigányzenész van, akik a hagyományos cigányzenét játsszák, de mégsem őket próbálják meg így előtérbe helyezni, hanem egy olyan Kisgrófot, aki származásától teljesen függetlenül játszik olyan zenét, amit nem is lehet zenének nevezni, tehát ez minden szempontból káros. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nektek pedig köszönjük a figyelmet, és tartsatok velünk legközelebb is.